Szóval akkor az előadás címe az, hogy már csak pár lépés a szingularitás. És akkor egy kicsit a fogadásról. Most a szingularitásról fogok beszélni, meg annak az előfeltételéről. És hogyha valaki úgy érzi, hogy nem győzöm meg, hogy ez annyira kihagyhatatlan, akkor fogadhat velem egy láda sörbe. Eddig már 16 ember fogadtam, és egyre biztosabb vagyok. Eddig csak 99%-os biztonsággal fogadtam arra, hogy nyerni fogok. Most már 99,99%. Hol lesz a rábonokulás? Hát, ezt majd megoldjuk. Egyesek szerint a sör, akkor majd, ez ugye 2029-ről lesz szó, akkor már csak gépolajat lehet kapni, úgyhogy most kell bevásárolni sörből. Hát én remélem, hogy azért sör még lesz, nem csak gépolaj. Na jó, a szingularitás úgy vetődött fel, hogy valaki ábrázolta a Moore törvényét, de nem csak az első processzorok megjelenése körül, valahol itt igazából, hanem egészen az analitikus számológépek a számítási teljesítmény per másodperc, per dollár. És ez azt jelenti, hogy egy analitikus számológép 1900-ban 10-9-en a lebegőpontos számítást tudott elvégezni egy dollár. És utána fejlődtek a számológépek, aztán lettek már valahol számítógépek. Az az érdekes, hogy itt a különböző technológiák is megjelennek, itt még mechanikus számológépek voltak, itt ilyen a heléken működött, aztán a vákuumcsövekkel, aztán itt megjelennek a tranzisztorok, itt a IC-k lettek belőle, és valószínűleg itt valahol már kvantum számítógépek lesznek. És ez egy logaritmikus skála, ez azt jelenti, hogy az Y tengelyen minden érték 10-szer nagyobb. Igazából nem is 10-szer, hanem 100-szor nagyobb itt az előzőnél. És ez azt mutatja, hogy a számítás az egyre többet tudunk számítani egy dollárért. 100 év alatt eljutottunk 10-9-től 120 év alatt. 10+9-en, ami hát 10-18-a nogás, az azért elég sok. És azt is meg kell figyelni, hogy itt volt egy világháború, és az nem nagyon vetette vissza a számítások fejlődését, és voltak még háborúk, sok minden történt, egy csomó cég megszületett és eltűnt, de az ember nagyon szeret számítani, és ezért egyre jobban is csinálja. És na most, ha ezt extraboláljuk, ez az úr extrapolálta ezt a görbét, és 2029-re úgy számolta, hogy egy 1000 dolláros számítógépnek a számítási kapacitása az emberi agy számítási kapacitásával fog felélni. És ez akár jelenthetni azt is, hogy egy számítógép képes lesz elvégezni azt, amit az emberi agy. Ugye a hardware meg lesz hozzá, az a kérdés, hogy a szoftver meg lesz-e hozzá. És erről lesz jó leginkább. Erről az úrral még azt kell tudni, hogy valamikor feltalálóként kezdte, és ő alkotta meg az első szkennert, és aztán könyvolvasó gépet szerkesztett belőle, és nagyon sok pénzért árult a vakoknak.
És aztán eljött, hogy ez sok ember eljött, hogy az innovációban a legnagyobb probléma az mindig az időzítés, hogy olyankor kell innoválni, amikor a piac fogékony az innovációra. És ezért abba is hagytam nagyjából az innovációt. De utólag sokat emlegette, hogy hát ő megvehette volna a Google-t, de nem tette. Pedig milyen jó üzlet lett volna. Most éppen a Google-nél dolgozik, és vagy 5 éve... Most éppen a Google-nél dolgozik, és vagy 5 éve ilyen chatbot technológiát fejleszt. Úgy volt, hogy tavaly megjelenik, de azt hiszem, a tavaly évvégi politikai események egy kicsit mindenféle chatbot, meg mindenféle internetes botoknál még nagyobb etikai kérdéseket tett fel, mint ami az önjáró autóknál van. Nagyon sok ilyen jövőbeli predikciót tesz. Ugye ez a mesterség és intelligencia nagyon sok mindenre lesz jó. Az önvezető autóktól kezdve addig, hogy az egészségünkre ugye ilyen nanorobotok képében, meg mindenféle, nagyon sok predikciója van. Általában nem válnak be, de egy néhány bevált, vagy legalábbis el lehet húzni, hogy bevált. Én minden esetre elfogadtam az ő gondolatmenetét, és mivel elég sokat foglalkoztam mesterség és intelligenciával, ezért nem csak egyszerűen elfogadtam, hanem a tapasztalatom is azt mutatta, hogy több ilyen igaza van. Még egy dolgot akarnék az ő predikcióival mondani. Azt mondja, hogy ha valaki megírja a 2045-öt, akkor lesz az igazi szingularitás. De arról nem lesz olyan sok szó, mert az egy nagyon vad dolog lesz. A szingularitás egyébként ez a matematikai szingularitása értik. A szingularitások ott vannak a matematikai függvényekben, ahol valami csúnya dolog történik, mondjuk nem deriválható a függvény, vagy valami ilyesmi, és akkor hogyha nem tudjuk pontosan az értékét, akkor nehéz közelíteni. És tehát ő azt mondja, hogy 2045-ben a szingularitás magával fogja hozni azt, hogy az ember, hogyha megvannak rá a megfelelő anyagi feltételei, akkor például örökké élhet majd. Úgyhogy már nincs sokat. Addig? Csak addig bírjuk ki. Igen. Ő például már egy elég régi azon, most 69 éves, és ezért minden nap beszed 250 tablettát, ami mindenféle metabolikus folyamatokat segít. Ő azt mondja, hogy legyőzte a cukorbetegségét, és volt már egy nyílt szívműtétje is, de nagyon optimista. Na jó. Akkor miről lesz szó? Engem igazából ez az első jóslat érdekel igazából. 2029-ben a emberi szintű mesterség és intelligencia lesz jelen a világban. Majd talán egy kicsit beszélünk, hogy hogyan is lesz ez jelen. És mindez azt jelenti, hogy $1000 vehetünk egy olyan számítógépet, amelyik egy emberi agy számítási kapacitásával rendelkezik. És hogyha a múlt törvényét, ami azt jelenti, hogy másfél évente duplázódik a teljesítmény, figyelembe vesszük, akkor a szingularitás röpke 16 évre rá fog bekövetkezni, amikor is egy olyan emberi szintű számítógép már csak $1 fog kerülni, és
már 16 évvel lesznek emberi szintű intelligenciák, ezért elméljük, hogy azzal fognak foglalkozni, hogy önmagukat tovább fejlesztik, és hogyha elég sokáig fejlesztik önmagukat tovább, akkor bekövetkezik majd egy ilyen intelligencia robbanás, ez a szingularitás, amikor már az ember teljesen az intelligenciája már nem lesz egy jelentős faktor a világ dolgainak alakulásában. Azt, hogy mi lesz 2046-ban, azt nem tudjuk. Reméljük, hogy semmi baj. Akkor egy gyors összehasonlítás, hogy ez hogyan is lesz. Hát jelenleg 2017-ben egy 1000 dollár számítógépen, az 1 gigabyte, vagyis 19-en byte álmot vehetünk is. Hát én azt értem, hogy egy teraflop teljesítmény, az mondjuk a szabi laptopja csak 0,4 teraflopos, de mondjuk, hogyha valaki vesz egy PS4-et, akkor ez már 4 teraflopos és csak 400 dollár, úgyhogy ez kb. Egy jó megközelítés. És 12 év múlva tekintsük úgy, hogy csak 100-szorozódnak ezek a számok. Elvileg 10 év alatt kell 100-szorozódjon. A múlt törvényben az van, hogy kb. 5 évente 10%-nak a minden 10%-ig 5 évente. Tekintsük úgy, hogy 12 év alatt csak 100-szorozódni fog, és akkor lesz a 11-e, vagy 100 gigabyte-nyi RAM-unk, és 100 teraflopos számítógépünk. És akkor tekintsük az agyat. Az agyban kb. 10-11-en neuron van, és mindegyik ezzel kapcsolatot ápol, az 10-14-en kapcsolatot jelent. Most itt láthatjuk, hogy ez a 10-14-en meg a 10-11-en ugyanaz. A kérdés persze az, hogy a neuron, egy neuron megfelele egy byte-nak, és hogy egy kapcsolatnak az aktiválása szimulálható egy lebegőpontos művelettel. Hát egyesek azt mondják, hogy az agy nagyon bonyolult, a fizikusok azt mondják, hogy egyes fizikusok azt mondják, hogy bizonyára valamilyen nagyon furcsa kvantumeffektusok lehetnek ott. Ezekkel semmilyen bizonyíték nincs. És hát a bizonyára az nagyon bonyolult, de én mégis azt hiszem, hogy az annyira bonyolult, hogy tudja majd magát egyszerűsíteni egy olyan számító. Szóval, hogy tudja majd magát modellezni egy olyan számítógépes programmal, ami ezeket tudja. Tehát egyrészt jó is az a bonyolultság, mert tudunk programozni tőle. Másrészt meg rossz is, mert el kell érniük. Szerintem elérhető. Ugye ez semmilyen bizonyíték nincsen, hogy mit fognak tudni a programjaink 2029-ben, de majd fogok néhány példát mutatni. Egy másik jó dolog az, hogy ez a legjobb szuperszámítógép már most mondjuk a memória tekintetében 10.000-szerese az egy agy vannak, és számítási sebességben is 1000-szerese. És a másik jó dolog az, hogy ez egy kínai szuperszámítógép, és a kínaiak sok mindent eldöntenek, például azt, hogy megoldják ezt a mesterséges intelligencia problémát elsőnek, mert elsőnek lenni jó. És elmegy majd egy kicsit később talán még fogunk beszélni. És
Ezzel azt is akartam szemléltetni, hogy hogyha igazán oda tennénk magunkat, akkor valószínűleg tudnánk a... Tehát lehet, hogy nem pont egy $1000 számítógépen lesz az a mesterséges intelligencia. Lehet, hogy egy $30 millióson, de ettől még ott lesz. És ennek lesznek bizonyos következményei. Na jó, akkor vágjunk bele abba, hogy lehet-e olyan szoftvert írni, ami olyan okos, mint az ember. Hát volt egy példa 97-ben, amikor megölte a legjobb sakkozót a világon. A Kasparov volt az IBM-nek a Deep Blue nevezetű számítógépe. Ez egy nagyon buta kis számítógép volt, legalábbis mai szemszöggel. Az érdekes az, hogy a sakk nem halt meg az utóbbi 20 évben, hanem most ember és számítógép párosok a legjobb sakkozók a világon. És ez jó dolog, mert az embernek van még szerepe. Bár egyedül nem tud kiállni a számítógép ellen, de együtt ki tudnak állni egy számítógép és egy ember ellen. Na jó, akkor van itt a tavalyi történet, ez a Google AlphaGo. Ezt nagyon gyorsan átugrott a Szabi, érdekel valakit. Tehát ez a Lee Sedol nevezetű koreai Go. Nagyon sokat, most nem ő a legjobb játékos, de nagyon sok, neki van a legtöbb világszintű címe. És 4-1 arányban megölte a Google-nek ez az AlphaGo rendszere. Amit igazából egy olyan 15 fős csapat készített, és 2 év alatt. És 16 release kellett ahhoz, hogy... Tehát ugye a belső release-ek kellettek. 16 belső release-ból. Na most ez az van, hogy ugye minden release kb. 6 hetet tartott az a tanítás. És gyakorlatilag azzal, hogy önmagával játszott nagyon sokat a számítógép, ezért jutott el a legmagasabb szintre. A Go az egy teljes információs játék, és az a gond vele, hogy nagyon nagy a játéktér, és ezért bejárhatatlan lenne, hogyha nem tudnám gyorsítani a lépések kiértékelését. Van még sok teljes információs játék, például az emberi nyelv is egy teljes információs játék. Ugyanis általában, hát mondjuk 95%-ban teljes információs, nem mindig értem azt, amit a másik mond. De vannak rá heurisztikáim, hogy feljavítsam az értelmét. És a szavakat is, amikor válaszolunk, akkor a szavakat is úgy helyezzük be, hogy a szavaknak a helyét meg kell keressük. Egy kicsit úgy, mint a Go táblán. És általában 2 szó után a harmadik kevesebb lehetőség van, mint mondjuk a Go táblán, ahány követ lehet. Ezért az a megerősítés és tanulás, amiről Szabi beszélt, az most a chatbot technológiának a legnagyobb elménye, hogy ilyen megerősítéses tanulással fognak a számítógépek megtanulni, társalogni. Ez idei dolog, a CMU-nak a Libertus nevezetű szoftver megölt 4 póker bajnokot. Ez ilyen, én nem tudok pokázni, de csak egy ember ellen játszott. Azt mondták, hogy azért nem játszhatják több ember ellen, mert akkor a póker arról szól, hogy mindig a leggyengébb játékos kifosszák, és lehet, hogy a leggyengébb játékos nem engedné magát kifosztatni a számítógép által. De minden esetre one-on-one a számítógép már jobb, mint az ember a pókerben is, és a póker az azért érdekes, mert az egy nem teljes információs játék, ugye
nem tudjuk a másik lapjait. Viszont feltételezhetjük az összes lehetséges esetet, és ott is, hogy elég sokat vágunk, a domináns stratégiákat keresünk, akkor meg lehet határozni egy olyan stratégiát, amivel nyerhetünk. És hát ez idén következett be. Akkor egy elég nagy bukta is. Például a Microsoft kitalálta, hogy egy chatbotot indít, Tree néven. Nem tudom, hogy mi volt a célja vele. Tree ugyanis elég butácska volt, és hát hamar hülyeségeket kezdett beszélni. Nagyon hamar eljöttek az emberek, hogy lehet meggyőzni, hogy a holokausztot kezdje tárgyalni. Valószínűleg a Microsoft azért indította útját, hogy az emberekről a kedvenc színükről, meg a kedvenc ételükről beszélgessen, de hát ez a Twitter, meg az internet, ez nem nagyon barátságos környezet. Úgyhogy a chatbotok azok még messze vannak, legalábbis most úgy tűnik. Lehet, hogy a Microsoft jövőre kidobja a T2.0-t, vagy T95-öt pontosabban. És az már tökéletesen fog társadalmi. Na jó, ez az ábra is volt már a Szabi előadásán. Nem szinkronizáltunk, de ez nagyon fontos ábra. A deep learningről van szó, ugye. Most 4 éve még azt mondtam, hogy ezt az emberi szintű mesterséges intelligenciát vagy support vector gépekkel, vagy neurális hálókkal fogjuk elérni. Hát most úgy tűnik, hogy a neurális hálók elvitték a mindent a kutatók könyvében, és ezért most mindenki ezzel foglalkozik. A neurális hálót, azt, aki tanult már emmit, az tudja, hogy mi, aki meg nem, az úgy kell elképzelni, mint az agyban. Vannak neuronok, és azok össze vannak kapcsolva, és általában valamilyen inputtal generálnak valamilyen outputot sok-sok matematikai művelet eredményeként. Ez egy nagyon híres neurális háló, betűket tudott felismerni. Azért írtam oda azt, hogy 7098-ban jelent meg a cikk, és 7500 idézete van, mert egyébként ez a Google Scholar szám nem biztos, hogy igaz. De hogy egyből szemléltessem, hogy mondjuk ezt a deep learning megvilágosodást elindító hálózat, ez az AlexNet, ami képes volt felismerni a cicákat meg a kutyákat. Ez 2012-ben jelent meg, és már több idézete van, mint a gyakorlatilag annak a cikknek, amit ők felskáláztak nagyba. És akkor hát ez egy 9 rétegű hálózat. Csak kiválasztottam ezt, ez egy elég érdekes cikk. És itt ez egy 34 rétegű hálózat, de itt ebben a cikkben mutatták be, hogy tudnak akár 1000 rétegű hálózatot is csinálni. Azért fontos ez a hálózatok mérete, mert a gyakorlat azt mutatja, hogy minél mélyebb egy hálózat, annál jobb. És a mi embereink, mi voltunk is állítólag ennek köszönhető, hogy nagyobb hálózatok vannak a fejünkben, mint az összes majomfélének, és ezért vagyunk többek, mint a majmok, mert a mélyebb hálózataink vannak. És ez a mélység jelleg, ugye ezek a dolgok mind egymásra épülnek. Az elején
azt mutatta Szabi, hogy voltak kis foltok, aztán abból testrészek lettek, arcrészek, és abból arcunk. Na most ez mind így történik mindennel az emberi agyban, legalábbis ezt feltételezzük. És például kimutatták agysebészet alatt, hogyha például az embernek egy bizonyos ponton stimulálják az agyát, akkor kacagni kezd. És ez azért, mert valahol nagyon-nagyon későn, már homloklevegyben, van egy olyan zóna, ami a kacagásért felel. Hogyha én csak azt az egyre is stimulálom, anélkül, hogy a végig stimulálva lett volna, jött volna a jel, mondjuk a látással kezdve látott volna egy bohócot, akkor attól még az ember kacagni kezdve is. Hát gyakorlatilag a megfigyelése épül az egész a spekuláció, hogy ezek a mély hálózatok jók lesznek arra, hogy az emberi elme működését szimulálják, mert majd csak kell keresni benne egy, majd megkeressük a kacagó neuront, és hogyha kell kacagjon a számítógép, akkor csak böködjük a kacagó neuront. Most ezekkel a neurális hálókkal egy baj van, hogy elég nehéz őket programozni. Kacagtatni, hát még nem kacagnak. De van egy nagyon érdekes jelenség, az, hogy most az összes nagy cég azon versenyez, hogy nekünk ingyenesen neurális hálózat szoftvert adjon. Ugyanis így a kutatásban egyesek szerint először van a világtörténelemben az, hogy a legnagyobb cégek alapkutatást végeznek valamilyen területen, teljesen a saját belátásukból. Ugye a cégek általában alkalmazott kutatást végeznek, van egy valamilyen termék, és azt egy kicsit megzöldítjük, megnagyobbítjuk, és eladjuk újra. Ez alkalmazott kutatás, valamit javítunk rajta. Az alapkutatás az, amikor van valami ötletünk, hogy kéne emberi szintű mesterséget csinálni, és akkor nem tudjuk még, hogy mikor fog sikerülni, de azért csináljuk. Na most azért végzik ezek a nagy mind infos cégek ezt, mert elhiszik ők is, hogy ez egy valós lehetőség. És viszont nincsen elég emberük, akik ezt leprogramozná. Ezért ingyen odaadják a szoftvert. És ezért a sok-sok kutató, meg hobbista, meg mindenféle ember segít nekik ennek a szoftvernek a fejlesztésében. És mindenki jól jár. A nagy cégeknek a kutatása gyorsabban halad, és az emberek pedig jól szórakoznak. Na most miért teszik ezt a nagy cégek ilyen nagyon nagy lelkűen? Mert nem csak a módszer számít, hanem az adatok is számítanak. És ezekhez a deep learning algoritmusokhoz nagyon sok adatra van szükségünk, ami az embereknek nincs meg, és nem is lesz meg soha. Viszont már kevesebb adattal elég jó eredményeket lehet elérni, amit lehet mosolyogni. És ezért a nagy cégek nem csak egymással versenyeznek, hogy ki gyűjt be több adatot rólunk. A technológia igazából az, hogy publikálják az eredményeiket, egymást is segítik a technológiában, és majd mindenki eldönti, hogy az emberek melyik adataira tette rá a kezét, és mit fog az életében ezzel irányítani.
aki nagyon figyelmes, az láthatja, hogy nincs itt a listában az Apple. Ugyanis az Apple-nek nincsen publikus ilyen neurális hálózat fejlesztő pénztára, ugyanis az Apple minden titokban csinál, és ezért az Apple most eléggé szív, ugyanis a legtöbb kutató ezekhez a cégekhez megy, hogy a kutatásuk egy kicsit megnyugtatja őket, hogy a kutatásuk valamennyien nyílt. Hogyha holnap mondjuk föltámadna a Terminátor, akkor mondhatják, hogy hát de ott volt, nem láttátok. És ott a végén megjegyeztem egy pár ilyen library-t, amiket nem cégek gyártanak, hanem egyetemek, vagy emberek. És az a jó, hogy még mindig lehet labdába rúgni. És reméljük, hogy ez így is marad. És akkor ennek az lesz az eredménye, hogyha mondjuk az emberek összefognak a nagy cégek ellen, és legyártják ezt a sok adatot, amire szükség van, akkor meg lesz a módszerük arra, hogy a saját mesterséges intelligenciájukat fejlesszék ki. Ezt persze kérdés, hogy ki fog odaérni előbb. De el is lesz később szó. Na jó. Akkor most még mindig a neurális a deep learningnél tartunk. Akartam mutatni egy pár példát. Csak nagyon keveset, mert nem volt elég időm összevadászni őket. A Szabi előadásában már szó volt arról az adversarial szóról, hogyha valaki a neurális háló ellen akar tenni, akkor meg tudja győzni, hogy az épület az valójában struc. Ezt a cikket is ő írta, lehet, hogy egyenleg írja a nevét, nem tudom. És ebből született egy ötlet, hogy akkor ne egy neurális hálót tanuljunk, hanem kettőt. Az egyik az, ami generál bizonyos példákat, a másik meg az, ami eldönti egy példáról, meg egy generált, tehát egy képről mondjuk, meg egy generált képről, hogy melyik a valós és melyik a generált. Tehát akkor itt már két hálózatot kell generálni, ezt dupla olyan nehéz tanítani, mint az egy hálózatot, de megéri, mert majd meglátjuk, hogy milyen képes. És akkor ez volt az első cikk, például itt ezeket az arcokat generálta a hálózat, vagy azokat a számokat is. Tehát azt úgy kell elképzelni, hogy veszünk egy random számokból álló vektort, és átengedjük a generatív hálózaton, és az eredmény az egy kép, vagy egy arc. Na most ezek az arcok jobban néznek ki, mint amilyenek valójában, általában a széleknél már nagyon elbukik a szegény hálózat. És ezek is remélem, hogy elég elmosódott a kép ahhoz, hogy itt azért valamennyire valósnak tűnnek ezek a képek, vagy csak mint pacák. Mondjuk például ez itt. Ezek nem számítanak, mert ezek igazi képek, de ezek mind generáltak. Hát ezek inkább pacák, de hát, ha elég távolra nézzük, akkor talán valami van ott. Na jó. És akkor történt az, hogy ez a Jan Lekün nevezetű fickó azt mondta, hogy ezek a generatív állók a legjobb ötlet az utóbbi 20 évben, és egy elég elismert fickó írt azt a lenetet. És ennek az lett az eredménye, hogy az utóbbi évben talán szinte minden nap jelennek meg ilyen generatív állókról cikkök. És
Ez az egyik első példája. Ezek a képek mennyire valósak? Például ez itt, ez ott valami gyíkszem, nem? Vagy ezek autók, egy kicsit viccesek közöttük. Igen, valószínűleg is van. És most csapjunk a lovak közé 2017-ben. Ez egy március 31-i cikk. Ezek a képek is mind generáltak. Tehát ez azt jelenti, hogy egy teljesen véletlenszerű vektorból átengedjük a hálón, és generál egy olyan arcot, ami valószínűleg van a hátulon, már egészen jónak néz ki. Itt még látunk néhány foltok, meg mit tudom én mik. De ez azt jelenti, hogy a számítógép képes elképzelni, hogy hogyan néz, hogyan kell kinézni egy arc. Nem csak arra képes, hogy felismerje az arcot, hanem el tudja képzelni. És azt ugye minden infós tudja, hogy általában a feladatoknál ellenőrizni azt, hogy a megoldás helyese, az általában nem olyan nehéz. De megtalálni a megoldást, az általában elég nehéz. Nem mindig, hál' Istennek. De másképp nem lenne munkánk, hogyha minden feladat nehéz lenne, nehezen megoldható lenne, akkor valószínűleg nem foglalkoznánk. De nagyon sok feladat van, ami gyakorlatilag esélyünk sincsen optimálisan megoldani, és ezért még valószínűleg lesz egy jó ideig munkánk. Ugyanis egyre jobb megoldásokat kell majd találjunk. Na és ezt már egészen jól tudja ez a számítógép. És például olyan is tud, hogy veszünk két arcot, és megkeressük annak a két arcnak a reprezentációját, ezt meg ezt. Látjuk, hogy azért már egy kicsit, például itt ez egy indiai nőnek néz ki számomra, ez pedig egy európai. Ugyanis valószínűleg a hálózat főként európai nő arcokon volt tanítva. És egyszer lineáris interpolációval tudunk a két arc között átmenetet képezni, úgyhogy most aki csinált már két kép között átmenetet, az tudja, hogy általában mindig azok a dolgok fedik egymást bután, amik nem kéne. Itt nem áll meg szó. És akkor ugye az van, hogy tud a hálózat például olyat, hogy megváltoztassa az arcnak az irányát, a nézés irányát, hogy férfiből nőt csináljon, nőből férfi. Megváltoztassa a kivartól, igen. Egyébként szóval ez egy példa. És akkor például itt az is ábrázolva van, hogy milyen sokat tanult a hálózat, és ilyen epokokban mérjük. És hogyha keveset tanul, akkor még olyan rémálom szerint az art. De egyre több tanulás után egyre jobb az eredmény. És ugye azt is látjuk, hogy már elég hamar ez egy elég jó eredmény, plauzibilis eredmény, de mit tudom én, tehát itt az idő harmada alatt már elfogadnánk az arcot, de még egy kicsit tanítjuk a hálózatot. Ez a jó a számítógépekben, hogyha oda tesszük, hogy oldja a házi feladatot, és megoldott az első 20 feladatot, akkor nem menne lefocizni, hanem megoldja a következő 40-et is. Ez egy másik cikk, ez március 30-ai. Ez még sokkal érdekesebb, mint az előző. Az előző egyébként annyiban volt okosabb az eredeti módszernél, hogy egy
egy a valószínűségi hibát tekintett a diszkriminatív hálózat hibájaként. Na, mindegy. Ez egy olyan cikk, amiben azt tanulták meg, teljesen külön állóan, hogy hogy néznek ki a lovak, és hogy néznek ki a zebra. És ezt úgy oldják meg, hogy ugye vannak a neurális hálók, vannak ezek a generatív adversáriális hálók, ami két neurális háló, na most ez négy neurális hálót használ. Ugyanis azt tanulja meg, hogy a zebrából lóvá alakított kép meg kell tévessze az igazi lovakat felismerő hálózatot, és fordítva. A lóból zebrává alakított kép meg kell tévessze az igazi zebrává alakított képeket. Tehát ezzel megtanul konvertálni a zebra és a ló között. És plusz még azt is betették, hogyha visszaalakítom, akkor ugyanazt kell kapjam. Tehát a zebrából lóba, a lóból vissza zebrába, és a kiinduló zebra meg az eredmény zebra, az nagyon kell hasonlítson. És ez úgy látszik, hogy a zebra és a lovak esetében nagyon jól működik. Farka van, baj van. Igen, az biztos. És ebben az a nagyon érdekes, hogy szerintem ez nagyon hasonlít ahhoz, hogy a gyermekek hogyan tanulnak. Ugyanis a gyermekek is úgy tanulnak, hogy a szüleik mutatnak nekik egy cicát, meg egy másik cicát, de a gyermek nem tudja, hogy az ugyanaz a fogalom. De van egy ilyen összekapcsoló, az a cica, és akkor meg kell tanulja azt, hogy hogyan lesz az egyik cicából a másik cica. És gyakorlatilag ez az átalakítás tanítja meg arra, hogy felismerje, hogy a cicáknak általában négy lábuk van, meg szőrösek, meg miauznak, meg stb. Ugyanis a gyermekek meg az embereknek is minden új, nincsen kialakult kategóriái, csak aztán egyre több kategorizálják a világot, és aztán ugye már túl kategorizálják, de ebben most nem menjünk bele. Úgyhogy szerintem ennek a cikknek nagyon sok idézete lesz, de egyelőre még csak 7 napos. És akkor még egy pár példa, hogy milyen képes ez a cikk, ez a módszer. Például meg tudja tanulni egy festőnek a stílusát. Volt már példa, hogy átvittük egy képről egy képnek a stílusát egy másik képen. Az egy tök volt, ez is tök. De ez egy tökketők. Ugyanis, hát na mindegy, egy belső reprezentáció közötti korrelációk miatt. Amikor korrelációt hallunk, akkor tudjuk, hogy a statisztika is az a múlt század. Ez pedig a jelen. És hát nagyon jók ezek a képek szerintem. De tudta egyebet is. Például azt tudja megcsinálni, hogy fordítva. Hogyha van egy festmény, akkor abból csináljon fotót. Vagyis, hogy... És meg tudja tanulni a fotóknak a halmazát, meg a festményeknek a halmazát, és akkor tud köztük átalakítani. És akkor például ezek ilyen Monet képek, és Ezek a fotók, amiket generáltunk a festményekből. Hát ezek nem tökéletes fotók, ezért lehet, hogy látunk rajtuk hibákat. De én teljesen lehidaltam ettől a képtől. És
Ez kb. Azt jelenti, hogy egy pár év múlva bárki festhet bármilyen festőnek a stílusában, és lehet majd fotók között is, már van ilyen egyébként, lehet fotók között stílust átvinni. Hogyha tetszik nekünk, nem tudom én milyen fotoművész, akkor átviszik az ő stílusát a miénkre, és akkor mi csak kattogtatunk, és majd a program csinál belőle nagyon jó fotókat. Csak ugye az lesz a baj, hogy mindenki másnak is meg lesz ez a program. Úgyhogy ezért kell majd lehetőleg új stílusokat kitalálni, hogy, hogy egy lépés előnybe legyünk a programhoz. Például az állásidat a Playboy fotósának a stílusát, tehát lefotóz egy csajt egy kőválkuszéra a jelenetet a Igen. Ez a Style Transfer, ez benne volt. Ez hogy csináltuk ezelőtt? Ez a kép pont benne volt a Szabi előadásában is. És ebből csak akartam egy pár kép példát mutatni, hogy még a régi módszerek is mennyien kreatívak tudnak lenni. És például lehet ilyen dolgokat csinálni vele. Szerintem, hogyha... igen, az előző módszer, ott nem tettem be, de van egy pár. Tehát ők elemzik azokat az eseteket, ahol hibázik a szoftver. Például a cicában nem tud még kutyát csinálni, és fordítva sem. De tud Monet-ból fényképet, és fényképből Van Gogh-ot, úgyhogy... Vagy például ez, amivel mi is foglalkozunk, hogy itt ezt a démont kell nézni. Ő is egy ilyen deep network. És az a feladat, hogy van egy kép, és megbecsüljük a mélységét. Na most ez egy monokuláris kép, amiben nincsen, nem lehet megbecsülni a mélységet. Persze az ember meg tudja becsülni többé-kevésbé a mélységet, mert megtanulta, hogy néznek ki a tárgyak, és azt is tudja, hogy mekkora méretük általában. És ezt meg tudja tanulni egy neurális hálózat is. És ez azért fontos, mert akkor nem kell majd két kamerát használnunk, hanem használhatunk csak egyet. És ez azért fontos, mert az intelligenciának nagyon sok megfogalmazása van, de például az egyik az az, hogy az az intelligens, aki a legkisebb energia befektetéssel tud például túlélni, vagy a legkevesebb energia befektetéssel hajtja végre a feladatait. És bizonyára egy kamerának kisebb az energiaigénye, mint kettőnek. És igazából ez egy kicsit most akik szeretnek fotózni, azoknak nem fog viccesen hangzani, de vannak már olyan kamerák, amik csak ilyen fényváltozásokat mérnek, nem a teljes képet nem reprezentálják, hanem csak bizonyos ilyen felvillanó pöttyök annak rajtuk. És valószínűleg oda is el fogunk jutni, hogy azok is rekonstruálják majd a mélységet, és akkor majd és lehet, hogy még egyszerűbb kamerákhoz is el fogunk jutni. Az a lényeg, hogy lehet, hogy egy idő után meg fog állni a kamerák fejlődése, ugyanis az összes alkalmazási terület, ami fontos nekünk, az már olyan eszközök által lesz kielégítve, amik
amik számunkra értelmezhetetlen eredményeket produkálnak, de megoldják a feladatokat. Szerintem itt valami mást is akartam mondani. Na és akkor elérkeztünk arra részre, ami a spekuláció. És azért tettem sok-sok dollár jelet, mert hát minden a pénzről szól. És akkor, tehát beszéltem olyasmikről, hogy mennyibe fog kerülni az a számítógép, amelyik mesterséges intelligenciát fog tudni, meg hogy egy egyszerű ember is képes lesz egy saját mesterséges intelligenciát kifejleszteni, vagy akár használni, vagy csak nagy cégek. És mi fog történni 2029-ig? És mi történik mostanában a világban? És azt kell mondjam, hogy sokkal többet haladtunk az utóbbi 4 évben, mint amennyit haladtunk, mint akkor, amikor én ezt az első verzióját ennek megtartottam. Viszont elég nagy visszalépések is voltak nagyon sok tekintetben, és azt hiszem, hogy én ilyen techno-optimistán úgy gondoltam, még szeretném gondolni, hogy ez nekünk jó. De most már egyre több kérdés merül fel, hogy tényleg jó lesz-e nekünk ez a mesterséges intelligencia fejlődése. És hát könnyen elképzelhető olyan szenárió, hogy nem lesz nekünk jó sok mesterséges intelligencia. Mert ugye el fogják veszíteni az emberek az állásukat, mondjuk a taxisofőrök 5 év múlva. Erről Ferenc is beszélt, és az orvosok 10 év múlva, és a festők 2 év múlva, és ez nem lesz nekünk jó. Persze ugye azt is kell tudni a gazdaságról, hogy egy piacgazdaság az a kereslet-kínálat alapon működik, és hogyha az emberek elveszítik a munkájukat, akkor kicsi lesz a keresletük, és akkor nem lesz már helyetlen fejleszteni nekik újabb és újabb termékeket, mert úgysem fogják tudni megengedni maguknak. És akkor az Apple sem fog érni olyan sok-sok milliárd dollárt, mert nem fog senki Apple telefont venni, hanem egy olcsó kínai fog venni. Ezért fontosnak gondoltam, hogy megemlítsem azt, hogy az emberek kell tudatosítsák, hogy lassan el kell kezdjük kérni a mesterséges intelligenciához való hozzáférési jogunkat. Az alkotmányba bele kéne tenni, hogy mindenkinek joga van mesterséges intelligenciát használni, vagy fejleszteni, ugyanis például a fejlesztés is problémává fog lassan válni, ugyanis ugye mindenkinek telefonja lesz, nem lesz senkinek számítógépe. Most telefonon senki nem ír programokat. Legalábbis tudtam. És egyébként meg ugye a számítógépeknél is megindult ez a, hogy bezárjunk mindenkit a kis ökoszisztémába, és semmit ne engedjünk be. Ugye lassan-lassan már nem mi választjuk ki a programokat, amiket futtatunk, hanem a platformok tulajdonosai előszelektálnak, és korlátoznak minket. És
És ez nem jó. Bár úgy tűnik, hogy minden jó, nagyon mindenki nagyon optimista. Egyre több dolog van ingyen, az e-mail is ingyen van, a Facebook is ingyen van, és minden ingyen van, a szoftver is ingyen van. De mindig, amikor valami ingyen van, akkor a felhasználó a termék. És a mesterséges intelligenciánál ez olyan sokszorosan igaz, hogy olyan sokat nem is tudok mondani. Ugyanis, ha meg akarja tanulni a hálózat, azt, hogy milyen embernek lenni, akkor ezt valószínűleg emberektől fogja eltanulni. És már most arról van szó, hogy például egy csomó ilyen, tehát például azért tudunk keresni, mondjuk azért tudunk a Google Photos-ba keresni tárgyak szerint, mert a Google minden kategorizál, és a hibáit meg mi kijavítjuk, amikor keresünk valamit, keresünk egy autót, és mondjuk gyorsan átsiklunk egy gép fölött, ami nem autó van, akkor Google megérti, hogy az nem egy autó. És minden átsiklással, meg nem átsiklással tovább tanítjuk a Google-t. És minden kattintással tovább tanítjuk a Google-t, meg a Facebook-t. És ez szerintem elég problematikus. Igen, itt például akartam mondani egy példát, nem találtam meg, illetve nem kerestem eléggé, illetve nem volt elég időm a kép megkeresésére. De ezeknél a generatív hálóknál például az egyik játéksze, hogy letakartják egy arcnak a felét, és meg kell tanulja kiegészíteni a másik feléből az arcnak a letakart felé. Tehát gyakorlatilag egy fekete téglalapot tesznek az arc felé, és a rendszer kiegészíti. És már ez is nagyon jól működik. És például azt is tudták, hogy letakarják a szemet, és kiegészíti a szemet. És ugyanakkor fordítva is lehet, hogy például meghagyják a szemet, és kiegészíti az arcot. Szóval például a zanaboknál gondolom be kell lesz majd tiltani előbb vagy utóbb a mesterséges intelligencia kutatását, mert pár év múlva triviális lesz egy fotó alapján a hölgy arcának a megismerése. Vagy mesztelen, ugye? És egyéb dolgokat is tud majd generálni. Ennek van egy egész nagy irodalma, ezek az ilyen hiányzó információk kiegészítése. Régebben statisztikával csinálták, most deep learning-et csináljuk. És ugyanakkor a photoshopolás is könnyű lesz, mert csak kiválasztjuk, hogy milyen kategóriájú képet szeretnénk, egy forrásképből is olyanná alakítja. És mondjuk a kedvenc sorozatainkban is fog tudni szereplőket generálni a program. Úgyhogy ezekkel az arcgeneráló dolgokkal csak kicsit általánosítva. Ez még egy pár év. De például az is lehetséges lesz, hogy megnézzük az adott egyén politikai irányultságát, és akkor majd a főgonosz olyan embertípus lesz, amit éppen nem kell szeretni, vagy nem szerető. És sajnos az utóbbi időben engem ez kezdett érdekelni, hogy mit tehetünk ez ellen, és nem tudom. Nem használom számítógépet. Igen, az egy lehetőség. De az csak a lehetőség, hogy mondjuk nem manipuláljanak minket biológusokat. De például lesz majd másfajta manipuláció.
Meg hogyha mi nem használunk számítógépet, ez nem azt jelenti, hogy a barátaink nem használnak majd számítógépet, és akkor őket fogják manipulálni. Úgyhogy ezt fontosnak tartottam megemlíteni. Sajnos fogalmam nincsen, hogy mi a megoldás, de remélem, hogy valami jó lesz. Igen, és akkor itt még akartam, hogy így utólag lehet, hogy nem pont ideig ez az indiai IBM kutató, Dharmendra Modi, ő ilyen agyinspirált processzorokat fejleszt, és például ő azt mondja, hogy 2020-ra lesz már az emberi aggyal megegyező kapacitású 10 liter térfogató és azt hiszem 1 kW energiát használó számítógépe. Hát ez csak egy ilyen megjegyzés. Reméljük, hogy beválik. És akkor amikor is ezzel a képpel fejeztem be, akkor én nagyon optimistán láttam a dolgokat. Ez a kép nekem még mindig nagyon sok optimizmust sugall. Ez ugye az Apollo 8 űrhajósai készítették 68 karácsonyán, amikor körbeelpülték a Holdat, és meglátták először, hogy felbukkan a Föld a Hold látóhatárán. És hogyha a technológia segíthet nekünk, tehát az a technológia, ezzel szoktunk poénkodni, hogy most a telefonunk milliárdszor gyorsabb, mint az az számítógép, ami az Apollo fedélzeti számítógépen van. Szóval a technológia az csodákra képes. Reméljük, hogy jól fognak esni a dolgok. Hát ennyi. Ha valakinek van kérdése?